Szerencse fel, ez az Aranybánya, és a mai adásban egy különleges vendéget köszönhetek a jobbomon, Kovács Tibor balettművészt, az opera egykori magántáncosát, akinek nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat. Bocsánat. No, mit látsz? Hú, ez szerintem a Vajnónnenféle diótörő díszlete, de lehet, hogy tévedek. Nem tévedsz, és azt képzeld el, hogy a mi díszítőink direkt a te kedvedért rakták ezt össze. De édesek vagytok, köszönöm Úgyhogy szépen. Úgyhogy nézd meg, itt a diótörő. Miért éppen a diótörő szerinted, amit összepakoltunk itt? Hát az én életem szempontjából, mert a diótörőbe kezdtem, a pályafutásomat, az első előadások, azok a diótörőhöz kapcsolódnak Misiként. És hát a másik szerintem az, hogy Balogh Guszti a téma, ahogy jól tudom, aki hát ezekre a szerepekre felkészített engem gyerekkoromtól, szinte majdnem azt mondom, hogy a pályafutásom végig segített nekem a szerepet megformálásában. Abszolút, Balogh Ágostonról, Guszti bácsiról fogunk most beszélgetni, aki az 1940-es évektől az operaház tagja, vagy az operázban dolgozott. Egy színházi gyerek volt már, a mamája is díszletfestő volt itt a házban. Úgyhogy még az is lehet, hogy a mama kezenyomát is viseli ez a régi Olá Gusztáv díszlet. És Guszti bácsi 1950-től, tehát a Vajnónem premiértől 6 szerepet táncolt a diótörőbe. De azt hiszem, te is álltál vele egy színpadon. Hát én elég sokat álltam vele egy színpadon. Ugye a Rossz öltözött lányban is az édesapámat alakította, meg sok más szerepben is. És hát a legfontosabb az, hogy ahogy fölkészített minket ezekre a szerepekre, meg a gyerekkorunk összenőtt tulajdonképpen vele. Ez szerintem rettentően fontos gyerekkorban, hogy hogyan indul az egész folyamat, hogy hogyan kell egy szerepet felépíteni. Ebben a Guszti bácsi egyszerűen zseniális volt, mert egyszerre volt nagyon muzikális, de rettentően pontos, és nagyon ügyesen tudta kibontani a különböző gyerekeknek a személyiségéhez képest a szerepeket. És ugye, mint a Misibe is, vagy a diótörőbe sok ilyen játéki lehetőség van a balettozáson kívül, de nagyon fontos, hogy azok hitelesek, egyszerűek, izgalmasak, és a gyerekkel kompatibilisek legyenek. Ezeket azért nagyon nehéz kibányászni, hogy ezek, igaz mozdulatok legyenek, és ne egy ilyen művi megoldások legyenek benne. És a Guszti ebben hát egyszerűen felgeteges. Milyennek láttál őt, mint emberti gyerekek? Hát nézd, most mondhatnám azt, azt, hogy mint gyerekek, a gyerekek mindig ugye valamit kitalálnak a pedagógusaikra, valamilyen vicces nevet, vagy bármi, és mit tett, hogy a Balogh Guszti és a Simon Éva művésznő és társa, akivel együtt próbáltak, és ők mindig egy párosban dolgoztak a gyerekekkel. Hát ők úgy néztek ki, hogy a Simon Éva akkor egy picit már felszedett magára, és akkor ment ugye a Dr. Bubó sorozat a tévébe, és hát mindenki úgy hívta, hogy Dr. Bubó és az Ursula, és hát ezen persze sokat rögtünk, de tényleg annyira hasonlított a karakterbe is, a viszonyuk is valahogy, mint a rajzfilmben, hogy tényleg nagyon adekvált volt, hogy ezt a gyerekek, rögtön megtalálják azt a pontos mondatot, amivel úgy be lehet azonosítani valakit. Vagy az érdekelne engem, hogy mondjuk egy Coppeliusban vagy egy Öreg Gavallérban, amik neki az ikonikus szerepei voltak, Harangozótól vette át közvetlenül. Te mennyit vettél át ösztönösen vagy tudatosan Guszti bácsi alakításaiból? Én azt mondanám, hogy ez az ösztönösség a lényeg. Szerintem az, hogy az ember sokat néz nagyszerű, hiteles művészeket, akik nagyszerűen alakítanak egy-egy szerepet. Én ezért mindig azt a stratégiát választottam, hogy sokat néztem ezeket a nagyművészeket, hagytam, hogy hassanak rám, és a tudatalattimon keresztül, meg ahogy tisztult a kép, hogy mi is ez a figura, hogy rátaláltam a mozgásanyagra, az Harangozónak nagyon speciális mozgása volt, egy csodálatos figura volt mellesleg, nagyon vicces, nagyon egyszerű, és mégis pontos, hát egy szuper pali volt tényleg. Én nem láttam őt élőben, ezért nekem tényleg a Guszti maradt, aki a Guszti bácsi, az tényleg majdnem úgy nézett ki, mint az Öreg Harangozó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehettem, és hát, hogy megtiszteltetek ezzel a kis performanszal. Ez volt az Aranybánya mai adása. Tartsatok velünk a jövőben is. Szerencse fel!